A tárgyalóterem korábbi részeiben a polgári peres eljárásokkal foglalkoztunk, most azonban elkezdjük feldolgozni a büntető eljárásokat is. Az elmúlt 6 évben több mint duplájára nőtt az ittasan vezetők száma, ami javítja a tényt, hogy az ittasan okozott balesetek száma viszont nem emelkedett. Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, tehát semmilyen alkoholfogyasztás után nem lehet vezetni. A sofőrök akár a jogosítványukat is elveszíthetik, de a több tízezer forintos bírságra mindenképpen számolniuk kell. Erről fogunk beszélgetni a nyíregyházi törvényszék sajtószóvívőjével, Resán Dalmával. Az ittas vezetőkről, az ittas járművezetőkről fogunk most beszélgetni. Először is szerintem tisztázzuk azt, hogy ki az, aki egyáltalán büntethető ittas vezetéssel. Mert ugye nem csak az autósokra kell gondolni. Igen, természetesen. A jogszabály elég szigorú Magyarországon, zéró tolerancia elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy akinek a szervezetéből kimutatható az, hogy szeszes italból származó alkoholt fogyasztott, és így járművet vezet, ittas járművezetés miatt büntethető. Maga a törvény úgy fogalmaz, hogy felelősségre vonható az is, aki vasúti, légi járművet, gépi meghajtású úszul létesítményt vezet, de nyilván a legtipikusabb elkövetési módja ennek a cselekménynek, amikor gépi meghajtású járművet közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton vezetnek az emberek, tehát például személygépjárművet, személygépkocsit úton vezetnek. És ugye a bíróságra már akkor tud az ügy kerülni, hogyha be is bizonyítják ezt? Természetesen a felelősségre vonás alapja az, hogy ittas állapotba vezesse a gépjárművet. Azt is meghatározza a jogszabály, hogy ki az, aki ittas állapotban lévő személynek tekinthető. Úgy fogalmaz, hogy abban az esetben az a személy, akinek a szervezetében 0,50 g per liter véralkohol, illetve 0,25 mg per liter levegőalkohol koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásból származó alkohol van, akkor őt felelősségre lehet vonni ittas járművezetésért. Ennél a cselekménynél tudni kell azt, hogy a felelősségre vonáshoz nem kell az, hogy az elkövető, illetve a gépjármű vezető érezze azt, hogy ő befolyásolt állapotban van, illetve maga a befolyásolás ténye és mértéke az nem számít a felelősségre vonásnál, hanem egyszerűen, ha az alkohol kimutatható a szervezetből, akkor megállapítható az ittas járművezetés. És ugye azt is külön lehet csoportosítani, hogy van a befejezett bűncselekmény, és van csak kísérlet, idézőjelben természetesen csak a kísérlet is. Igen. A bűncselekmény elkövetésének másik eleme az, hogy az ittasság mellett kell az, hogy az elkövető vezesse ezt a gépjárművet, tehát maga a járművezetés. Ez azt jelenti, hogy olyan vezetéstechnikai manővert kell végrehajtani, ami a jármű haladásához szükséges, tehát az álló helyzetű gépjármű meg kell, hogy mozduljon ahhoz, hogy befejezett bűncselekményről beszélhessünk. Abban az esetben viszont, hogyha mondjuk csak beindítja az autót az elkövető, akkor vonható felelősségre kísérlet miatt. Ugyanakkor nyilván a kísérletre is ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, csak a büntetés kiszabása körében lehet ezt értékelni, hogy ez a cselekmény kísérleti szakban maradt. És mennyire lehet beszélni itt szándékos bűncselekményről, ez hogyan tekinti a jogszabály? Ez egy szándékos bűncselekmény, az ittas járművezetés, ez azt jelenti, hogy tudnia kell azt az elkövetőnek, hogy az ő szervezetében alkohol van, illetve hogy alkoholt fogyasztott. Tisztába kell lennie azzal, hogy ő alkoholt ivott, és ennek tudatában ült ő be a gépjárműbe. Innentől kezdve ez egy szándékos cselekmény. Sokszor hivatkoznak arra, hogy ugye előző napi szórakozásból hazament este, lefeküdt és reggel ült be a gépkocsiba. Az, hogy szívódik fel az alkohol a szervezetben, ez azért egyénfüggő. Ez függ a testsúlytól és a szervezet egyéb tulajdonságaitól. Nem kell azt tudnom, hogy bennem hogy szívódik fel, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy távozzon a szervezetből. Egyszerűen azzal kell tisztában lennem, hogy én fogyasztottam alkoholt, és hogyha ez benne van a szervezetben is kimutatható, akkor a ittas járművezetés miatt felelősségre vonható az elkövető. Míg a műsor elején mondtam, hogy az elmúlt 6 évben megduplázódott az ittas vezetők száma Magyarországon, tehát biztos, hogy sokakat érdekelni fog az is, hogy milyen szankciói és milyen büntetési tételeket von ez maga után. Ugye nem csak a pénzbüntetés, hanem akár a jogosítványát is elvehetik valakitől. Igen.
tipikusan a bíróság pénzbüntetést szokott kiszabni az elkövetővel szemben, illetve a járművezetéstől eltiltás büntetést is alkalmazzuk, főleg azért, mert egyébként a jogszabály is kötelezővé teszi, hogy ittas vezetésnél járművezetéstől eltiltás büntetést is alkalmazni kell. Ugye ez a járművezetéstől eltiltás hónapokban, illetve években mérhető időtartamban lehet meghatározni. Ez azt jelenti, hogy egy hónaptól akár 10 évre is eltilthetje a bíróság a járművezetéstől az elkövetőt, illetve adott esetben akár végleges hatállyal is. Különös méltánylást érdemlő esetekben van lehetőség arra, hogy mellőzze az eltiltást a bíróság. Ehhez olyan körülményeket kell igazolni, amik ezt indokolják, vagy adott esetben hivatásos sofőröknél fordulhat elő, vagy szokott előfordulni esetleg, hogy megállapítható az eljárás során az, hogy a munkáját kifogástalanul végzi, és például vezet C kategóriába tartozó gépjárművet, és szabad idejében fogyaszt alkoholt és vezet egy B kategóriás személygépkocsit. Ebben az esetben esetleg indokolt lehet az, hogy a bíróság csak a B kategóriától tiltsa el, és akkor lehetővé teszi azt, hogy továbbra is tud dolgozni a C kategóriában tartozó jogosítványával. Az eltiltásnál azt is tudni kell az eltiltással kapcsolatban, hogy ha a bíróság eltiltja a járművezetéstől az elkövetőt, akkor neki többnyire ezután utóvizsgáznia kell. Utóképzésen kell részt venni ahhoz, hogy visszakapja a jogosítványát. A bíróság számos olyan körülményt mérlegel büntetés kiszabása során, amiket figyelembe tud venni. Ilyen például, hogy mióta rendelkezik jogosítvánnyal az elkövető, ha hosszabb ideje már vezet, és tiszta közlekedési előélettel rendelkezik, nincs büntetőpontja, nem követett el korábban közlekedési bűncselekményt, vagy esetleg szabálysértést, akkor ezek mind-mind olyan enyhítő körülménynek tekinthetők, amiket figyelembe tud venni akár a járművezetéstől eltiltás alkalmazásánál is. És hogyha olyan körülményre hivatkozik, ami annyira indokolt és menthető, hogy ő neki gépjárművel kellett ülnie, mint például orvoshoz kellett valakit szállítani, vagy kórházba kellett menni, olyan veszélyhelyzet, vészhelyzet állt elő, ami miatt neki akkor is autóba kellett ülni, hogy ha tudta, hogy ő ittas, akkor mellőzhető a járművezetéstől eltiltás alkalmazása. Már így is sok információt megtudhatunk a mai részből, de a következő adásban folytatjuk a közúti balesetekkel.